Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és a sorozatunknak a harmadik részéből a második részével foglalkozunk, az üdvösségnek a miben létével, illetőleg az üdvösségre vezető eszközök közül röviden beszélünk a Szent Jónásról és az Eukarisztiáról is. Bár ez majd egy külön téma lesz. Ugye tudjuk azt, hogy a mulandó értékek azért mulandóak, mert egyszer elmúlnak, és ahogy Erdős Mátyás atya az egyik esztergomi beszédjében fogalmazott, és most tőle fogok elég sok gondolatot venni, nem lehet őket oda szegezni. Például egy boldog találkozás. És ezt meg akarjuk állítani. Ott meg akarjuk az időt állítani, és ezért fut el gyorsan ez az idő. Ugye a filozófiában azt szokták mondani, tempus est numerus motus, tehát az idő a mozgásoknak a száma. És az időt szubjektíve, tehát magunk számára gyorsnak érzékeljük, amikor sok a tennivalónk, vagy sok jó dolog történik velünk, hamar elmegy az idő. És amikor mondjuk tétlenségre vagyunk esetleg szánva, kényszerhelyzetből, vagy olyan dolgokat kell tegyünk, ami nem éppen kedves nekünk, vagy kedvező, hát akkor bizony lassan telik az idő. A földi boldogság az mindig részleges. Ahogyan Szent Ágoston mondja, kimeríthető, és mi is kimerülünk benne. Ugye már ez is egy nagyon érdekes dolog, és ez a szintén a dogmatikában, ugye a öt istenérvnek az egyik érve, hogy a boldogságvágyunknak örök vetülete van. Tehát nem tudjuk beérni azzal, hogy vége lesz. Amikor az életben minden lépésünknek, a legkisebb lépésünknek is értelme van, és azért cselekszünk mindent, hogy jobb legyen minden, még paradox módon, tehát látszólagosan ellentmondásos módon, még aki rosszat tesz, még az előbb, akikről beszéltünk, akik például öngyilkosságot követnek el, ugye, hogy most egy nagyon sarkított példát mondjunk, még azok is azért teszik, mert azt hiszik, hogy utána majd jobb lesz. Tehát az ember mindig azért tesz valamit, hogy jobb legyen most. Persze ez a jobb, ez lehet, hogy olyan jobb, hogy bűnös úton jobb, de akkor is mindig azért tesz valamit, hogy jobb legyen, tehát a jobb irányba menjen, vagy neki szubjektíve jobb legyen. És sokan cselekszenek rosszul természetesen, megtévesztett lelkiismerettel, vagy akár rossz lelkiismerettel, és ezért nagyon fontos az, hogy mindig törekednie kell, akár vallásos valaki, akár nem vallásos valaki, hogy az igazság útján járjon, és az igazságra törekedjék. Ugye Jézus is azt mondja, hogy jobb csonkán bemennünk a mennybe, ez nem azt jelenti, hogy meg kell csonkítanunk magunkat, hanem meg kell szabadulnunk mindattól a gáttól, ami ő fele gáttól, tehát az Isten fele akadály. Mert a legfőbb jó az Isten, és ugye az Istent hatásaiban a legfőképpen kell szeretni, ez azt jelenti, hogy nem szabad olyat tennünk, vagy nem volna szabad olyat elkövetnünk, ami az Istennek a parancsa ellen, vagy az erkölcsnek a parancsa ellen történik. Hát természetesen a megromlott természetünk óta, az ősbűn óta a bűnök ott vannak, ezért adta Jézus a Szent Jónást, tehát tudta jól az Isten nagyon, hogy ez önmagunktól nem fog sikerülni. És természetesen a törekvés, a jó iránytartás az mindig alapfeladat, és az Isten ezt méltányolja is mindenkinél. És ugye a másik példabeszéd a földbe ásott kincs.
ugye mindenét eladja és megveszi azt a földet, az az ember, aki tudja, hogy ott van a kincs. Hát lelki értelemben ugye ez az Isten keresés és az Isten megtalálásának a kincse. Ugye az üdvösségről, ahogy Szent Pál mondta, szem nem látta, fül nem hallotta azt a boldogságot, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt, tehát akik teljesítik a parancsát. És sok esetben előfordul az, vagy több esetben, hogy az embernek bizonyos dolgokhoz, ami szép dolog, jó dolog, szent dolog, nincsen kedve. Nincsen kedve. Na most ilyenkor nem kell problémát csinálni, mert Istent hatásaiban kell szeretni, tehát ha érzelmileg én kedvtelenebb vagyok, vagy valakinek nincs kedve mondjuk egy szertartáson részt venni, hát természetesen az Istenhez imádkozni kell, és kérni kell mindig a lelkesedést és a hitnek a megőrzését, ugye cserépedényben kell őrizni, hogy Szent Pál mondja, de az még nem akadálya annak, hogy valaki érdemeket szerezzen, és az Isten parancsait teljesítse. Mert az érzelem az mindig kísérő jelenség. Tehát nem szabad megijednünk, ha egyszer mondjuk nincs kedvünk elmenni szentmisére, ugyanúgy elmegyünk szentmisére, ha nehézségeink vannak, akár fizikális, akár fáradtság, vagy bármilyen nehézség, akkor azt még külön fölajánlhatjuk, ajánljuk is föl, és annál értékesebb lesz ez az Isten előtt. Hasonlatokat szoktak mondani az üdvösségről, csak azért, hogy valamilyen formába mégis, hát ha nem is foghatóvá tesszük, de mégis ugye mi az érzékszerveinken keresztül tudunk kapcsolatot létesíteni a világgal, a tapasztalatokat is így tudjuk megszerezni. Természetesen a vallásos hit az egy másféle tapasztalatot kíván, de mégis egy hasonlattal, vagy egy-két hasonlattal lehet ezt alátámasztani. Ugye Szent Pál írja, hogy a nap, hold és a csillagok különböző fényűek, sőt még a csillagok között is különböző fényességűek vannak. És hát ez így van az üdvösségben is, tehát aki amennyire kitágította itt a földön a lelkét, ugye mindenki a befogadó képességei szerint fogad be, az olyan mértékben részesül az örök boldogságban. És mindenkinek tele lesz a pohár, jó értelemben, akinek kis pohara van, ott a kis pohár lesz tele, aki csak úgy becsúszott az üdvösségre, az is ugyanolyan boldog lesz, mint akinek mondjuk nagy pohárral jut. Hát természetesen, ugye ezek a különbségek ott nem fognak problémát okozni, mert mindenki a saját lelki befogadó képességei szerint kapja majd meg az üdvösség boldogságát, és senkinek nem lesz hiányérzete. És mindig úgy fogjuk magunkat érezni, ezt ismét Erdős Mátyás atyának a prédikációjából szeretném idézni, mindig úgy fogjuk érezni, mintha abba a pillanatban léptünk volna be, tehát nem fogunk kimerülni az üdvösségbe. Mert az üdvösség az nem egy teremtett valaminek a birtoklása, hanem az Istennek, a láthatatlan Istennek a színe látása. Erről beszéltünk az első elmélkedési körünkben, hogy ne érzékszervekkel keressük a tapasztalást, ne próbáljuk ezt elképzelni, hanem az Istennek a tekintélye alapján fogadjuk ezt el. Mert ez az egyedüli életcélunk, ez az, amire az Isten teremtett bennünket. És erre nem mondhatja senki azt, nagyon felelőtlen magatartás az, és ahogy a Szentírásban is szerepel, hogy se hideg, se meleg nem vagy, azt kiveti az Isten a szájából. Tehát nem engedhetjük meg azt a magatartást, hogy nem keressük szüntelenül az igazságot, még az is, aki nem vallásos, nem istenhívő, ahogy beszéltünk róla, törekednie kell a becsületességre, az igazságosságra, és akkor majd vélhetően az Isten fog neki annyi kegyelmet adni, hogy akkor ráébred arra, hogy hát tulajdonképpen ő nem is áll távol a kereszténységtől.
Azután más hasonlatokat is szoktak mondani, hogy például van egy szövet, és abból az anya meg a lánya varrat magának ruhát, a lányára kell mondjuk 2 méter, az anyára 3 méter szövet, és mindenki a saját ruháját veszi föl, és a saját ruhájában érzi jól magát. Tehát az üdvösség az teljesen testre, illetve lélekre szabott. És minden igényünket teljességgel elégíti ki az Isten. Persze ez nem jelenti azt, hogy az üdvösségben mindent maradéktalanul át fogunk látni. De amit nem látunk át, abba viszont nem lesz hiányérzetünk. Ezt a római katekizmus is így írja, ugye, hogy ismét Erdős Mátyás atyát szeretném idézni, a római katekizmus is, tehát nem lesz hiányérzetünk, és amit megint nem tudunk elképzelni, hogy örökké tartó lesz, tulajdonképpen ez a lesz, ez már most megkezdődött a fogantatásunk pillanatában, tehát amikor az Isten a halhatatlan lelket megteremtette a kezdődő testünkbe. Ezek nagyon fontos dolgok, és nagyon jó ezeket átelmélkedni. Van egy következő szempont, amire a sátán nagyon rájátszik, és ez pedig a majd, ez a 4 betű. Ugye mindig ki kell az Istennel békülni, tehát meg kell tartani a bűnbánatot, a tökéletes bánatot, tehát az Isten iránti szeretetből való bánatot. Persze, ha most félünk az Istentől, az sem baj, úgymond, mert jobb, ugye a büntetés és a félelem eszközeire is támaszkodni, mint az erkölcsi harcban teljességgel lemaradni, ahogy múltkor idéztük Banga Bélát, de mindig arra kell törekednünk, hogy az Isten iránti szeretet legyen a mi bűnbánatunknak a fő motivációja. És ne felejtsük el azt, hogy szentek közösségében vagyunk. Ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy a megkeresztelt emberek, ugye az a küzdő egyháznak a testéhez tartoznak, és hát természetesen ugye ez kicsit mint a hagymahéj, ugye a külsőbb rétegeket is tartalmazhatja, még akkor is, hogyha mondjuk nincs megkeresztelve az illető, de törekszik őszintén a jóra, akkor az egyháznak a lelkéhez tartozik, tehát bárki üdvözül, az egyház által üdvözül, mert Isten, Krisztus az egyház által közvetíti a kegyelmeket. Van a második részleg, ugye a tisztulóknak a részlege, akik a tisztító tűzben vannak, ugye ezzel a szóval fejezzük ki, vagy purgatórium latinul, tehát az üdvösségnek az előszobája, ahol még eleget kell nem tenni ők, hanem szenvedni ők a fennmaradt bocsánatos bűnök adósságaként. Mert a tisztító tűzben súlyos bűn természetesen nincsen, de bocsánatos bűn sem. Mert ha valaki bocsánatos bűnben hal meg, az a halál pillanatában belátja bocsánatos bűnt és visszavonja. De a bűnér való adósságot még le kell törleszteni, mert az Isten igazságos. Az Istennek az irgalma is az igazságosságából fakad. Erre gondolnunk kell, és a harmadik pedig a megdicsült egyház, tehát akik emberek az Isten színe látására jutottak. És a küzdő egyház az tud imádkozni a szenvedő egyházért, vagy a tisztuló részlegér, és kell is imádkoznia, és kérheti saját magáért is, meg a tisztító tűzben szenvedőkért is, a megdicsült egyháznak az imádságát, tehát például a szenteknek, Szűz Máriának a közbenjárását kérhetjük a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és kérhetjük
a magunk számára is. És ne felejtsük el azt, hogy az imádságnak a dicsőítő, hálaadó, kérő és engesztelő formája van, és ezekkel az ima formákkal kell éljünk, és sose felejtsük el megköszönni az Istennek mindazt a jót, amivel az életutunkon segít. És a megszentelő kegyelemmel kapcsolatban, ugye amit az üdvösségnek az egyik feltételeként említettük, tehát a hittani feltétele, a Szent Jónással lehet elnyerni, de most például, ugye ebben a járványos időszakban, ha például egy kórteremben sok beteg van, és nem tudja a lelkipásztor egyesével meggyóntatni őket, akkor az úgynevezett általános föloldozást megadhatja nekik, tehát a betegeknek tökéletes bánatot kell tartani, és ilyen esetben, hogyha az Isten szín elé kell állniok, akkor egy ilyen általános feloldozás a Szent Jónással egyenértékű. De természetesen azt szándékban meg kell fogadni, hogy amennyiben a betegségből felgyógyul, akkor személyes fülgyónás alkalmával a Szent Jónását elvégzi. És ilyen esetben ez szükséghelyzet, és ilyen esetben az Istennek az irgalma így is teljesen hatásos. És ugye a másik dolog még, ami ezzel a szentséggel kapcsolatos, hogy ha valakinek Szent Jónást végez, ugye a megszentelő kegyelemnek a visszanyeréséről van most szó, és hát nem tart tökéletes bánatot, vagy hát félelem bánatot tart, tehát fél az Istentől, de természetesen nem zárja ki a bánatnak a természet fölötti jellegét, tehát nem csak azért bánja mondjuk a bűneit, mondjuk egy tolvajlást, vagy egy gyilkosságot, mert a rendőrség akkor őt üldözőbe fogja venni, hanem azért van valamilyen természet fölötti motivuma is, akkor a Szent Jónás, mint szentség a tökéletes bánatot, a tökéletes bánattal egyenértékű lelki adományt fog megadni. Ez az Ószövetségben nem volt meg. Az Ószövetségben nem volt meg, az Új Szövetségben megvan, tehát ugye a félelem bánatot, a Szent Jónás, mint szentség, szeretett bánattá, tökéletes bánattá emeli. Tehát az Isten így számítja be ezt lelkileg. Hát ezek már részletesebb dogmatikai kérdések, de azért ezekről is nagyon fontos tudnunk, és természetesen mi magunkról sem tudjuk megmondani igazán, hogy most a bennünk levő bánat az milyen. Valószínűleg mind a kétféle, tehát ugye a Isten iránti szeretetből is fakad, de hát azért nyilván az Isten nagyságától azért emberi módon, hát valamilyen módon, hát félünk is, de hát ez a félelem, ez mindig üdvös félelem legyen, és ne az a félelem, amit kétségbe esett félelemnek mondunk, tehát hogy nem bízunk az Istennek a kegyelmébe, bízunk az Isten kegyelmében. Amikor ugye a bánatot tart valaki, vagy bánatot tartunk, többnyire igaz az, hogy az a fajta bánat érvényesül, amelyet az illető többször gyakorolt. Tehát ha az illetőnek az alapállása, a jobbik alapállás, tehát a bánat a tökéletes bánat, akkor nyilvánvalóan, ha ezt begyakorolja, mint erényt, akkor a tökéletes bánatnak az erényével fog rendelkezni. És amiről majd később fogunk még beszélni, ugye az oltári szentség, tehát a másik szentség pedig, amelyik a segítőkegyelmet növeli, a szent áldozás, amikor Jézus, és hát a Szent Háromság is, a kenyér és a bor külső színei alatt, a járulékai alatt, mint lényeg jelenik meg a Szentostjában. Ugye ez nem azt jelenti, hogy kerek formában és összezsugorodottan,
ezt úgy szoktuk mondani, hogy nem dimenzióiban, hanem lényegében jelenik meg, tehát a kenyér lényege cserélődik, Jézus Krisztussá lesz. Ugye erre adott Jézus a csodálatos kenyérszaporításnál előképet, és az utolsó vacsorán volt az első szentmise, ahol az apostolok voltak az első áldozók.